Üdvözletem mindenkinek itt, újra Greg. Elgondolkodtatok már azon, hogy milyen világon élünk? Hogy jobb lenne egyszerűen innen elköltözni Földről? Elmenni esetleg a Holdra, vagy a Marsra, vagy valamilyen más égi testre? Vagy egyszerűen túl sok az idióta, és túl sok az olyan ember, aki minket körbevesz, és egyáltalán nem is tudjuk megérteni őket. Mert most éppen a minap találtam egy olyan Facebook hirdetést, amit mindjárt meg is fogok nektek mutatni, hogy ezt mégis egy pár ember ezt most komolyan gondolja, vagy most ilyenkor mi zajlódik egyáltalán le benne. Mivel igen, jól látjátok azt, hogy 81 darab hozzászólás érkezett, és összesen 4 darab megosztás történt erre az egy darab alkalmazásra. És most arra szeretnélek titeket figyelmeztetni, hogy elég durva kommentek érkeztek, és ez most nem egy Facebook idióta, meg Facebook hülyeségek, hanem ez egy alkalmazás bemutató, hogy lássátok azt, hogy azért vannak a Földön idióták, akik egy alkalmazással beszélgetnek. Kezdjük is ott, hogy az alkalmazás egy csinos hölgy fényképével szép napot kíván, és nézzük is meg, hogy milyen kommentek születtek ehhez a hirdetéshez. Viszont kívánom! Szép napot! Köszönöm, ez a nap is úgy telt, mind a többi magányosan. Neked? És itt az alkalmazásnak visszakérdez, more! Köszi a kérdést, fárasztó napom volt. Ráadásul kánikulában kellett dolgoznom. Lehet, hogy postás? Ebben a dög melegben jól jön egy korsó hideg sör. Javaslom, ha úri kedved is úgy tartja, élj vele. Like! Kacsint! Ezt a képet viszont azért tettem be, mert szerény véleményem szerint ugye a férfiak valamilyen szinten nem nagyon mernek odalépni a hölgyekhez, azért megkérdezi mondjuk, hogy eljönne vele egy kávéra, vagy valami akármi. És hát arra bíztatok mindenkit, hogy nyugodtan lépjétek meg ezt a lépést, ne egy hirdetésnek vagy egy alkalmazásnak írjatok. Mert igenis az életben vannak azért csalódások. Én is most lényegében majdnem abba hagytam a videózást ugye egy ilyen dolog miatt, ugye egy depressziós dolog miatt, amiről majd bővebben fogok később beszélni. És ezúton is szeretném megköszönni egy hölgynek, aki valamilyen szinten, hát nem is valamilyen szinten, hanem nagyon sokat segített, úgymond a tegnapi napomon, illetve az összes többi embernek, aki rám írt és mondta, hogy írjak nyugodtan neki, csak úgy voltam vele, hogy ugye vele pontosan meg tudtam mindent beszélni, úgyhogy köszönöm szépen, aki írt rám, hogy próbál segíteni rajtam, meg ezen az egész állapoton. Úgyhogy lényegében nem is húzom tovább a szót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hamarosan jelentkezem. Én Greg voltam. Szevasztok!